Boszorkány, pestis doktor vagy éppen angyalka a pislákoló ördögszarval. Többek között ilyen jelmezeket vettek fel Bikalon kicsik és nagyok, ugyanis idén először farsangi felvonulást és különböző programokat szerveztek a településen. Nagyon sokan szeretik ezeket a megmozdulásokat itt Bikalon, hogy közös megegyezéssel megszerveztük ezt az első bikali felvonulást, a farsangit. Hát most azért öltöztünk ennyien itt Boszorkánynak, mert készülünk egy meglepetés tánccal, a kiszebábunkat végig tolnánk a falun, és amikor elégetjük, akkor táncolnánk neki egyet, hogy menjen már el a tél meg a minden, és szeretnénk a jó időt. Az időjárás is azért kedvez nekünk, hála Istennek, a szél is talán egy kicsit enyhül, úgyhogy reméljük, hogy egyre többen lesznek. Most fölmegyünk az iskolához, úgyhogy ott még a gyerekeket is nagyon várjuk. Ott lesz most egy vak lufi hajtogatónk, aki a gyerekeknek fog lufit hajtogatni, és mindenféle ilyen érdekes játék lesz még a gyerekeknek. És akkor ide visszajövünk a vonulásunk után, és akkor forralt bor, tea és fánk várja a kedves vendégeket. A télűzés előtt azonban elindult a menet, elől a talicskára rögzített szalmabábúval. A helyi iskolához mentek, ahol megismerkedhettek a tantermekkel, és a bordásfalat is kipróbálhatták az óvodások. Az iskola udvarán Lakatos Norbert vaklufi hajtogató várta a gyerekeket. Kutyát, nyuszit, teknős békát és más állatformákat készítette a kicsik kérésére. Kőműves József polgármester szerint ez egy nagyon jó közösségépítő program. Ez az első, ezt itt kitalálták a bogiék, akik egyébként a Faluszépítő Egyesületnek a tagjai, ezt őt találták ki, hogy legyen egy ilyen, hasonlóan, ahogy Mohácson, csak nálunk ugye nagyon kicsiben Mohácshoz hasonlóan egy napra sikerült ezt tenni. Beöltöztünk már, aki ezt csinálta, és akkor itt lesz egy boszitánc, és lesz mindenféle, lesz fánk, lesz forradbor, van tea a gyerekeknek. Itt most van egyébként a leendő elsősöknek egy kis bemutató az iskoláról, van egy vaklufi hajtogatosunk, ami szerintem kuriózom, ilyet még nem láttam, meg lehet majd nézni. Úgyhogy ez a nap igazából a télűzésről, a vidámságról fog szólni. Bikon egy nagyon jó közösség van, és azt látni, ugye, hogyha egy kicsit körbenéztek, hogy itt az a gyerekektől kezdve nyugdíjasokig itt vannak, tehát hogy minden korosztály képviseli magát, és hát együtt vannak az emberek, beszélgetnék, jól érzik magukat, tehát ez a legfontosabb egy település életében, ez egy nagyon jó közösségépít, egy közösség összetartó program és programsorozat, tehát Bikon egyre több program van, hál' Istennek, és hát megjelennek rajta az emberek, és jól érzik magukat. A menet ezután visszaindult a gyülekezőhelyre, a polgármesteri hivatal mögötti térre. Itt teával, forradborral és fánkkal várták a menetet, majd tűzre dobták a kiszebábút, és a boszorkányok eljárták télűző táncukat. Hangos sikítással tűzzük el a temet, sikítás! Hideg, jöjjön a meleg, hes, zúzban a süssön a naposka,